A Lánchíd alapkőletétele. Ez az akvarell lenyűgöző barabás, művész uram. Jó atyám tiszteletére fesse meg nekem ugyanezt olajból. De legyen rajta reformkorunk színe java. Sokan nem voltak ám ott ezen az átadón, akiket a vászon szeretne látni. Ugyan, művész úr, nem probléma. Fessen történelmet. A száraz valóság ma már unalmas. Néha nem is olyan könnyű a festők élete. De hogyan lettem a század ecsettel író krónikása? Megmutatom. Nehéz gyerekkorom volt. A száraz kollégiumi cipón kívül csak akkor ettem meleget, ha szereztem néhány garast. Rajzolnál egy virágcsokrot? Édesanyámat szeretném felköszönteni a neve napján. Természetesen. A szüleim nem tudtak támogatni. Rajzkészségem volt az egyetlen, amit pénzé tehettem. Engem le tudsz rajzolni, Miklós? Gyerekjáték! Na? Hű, fiúk! Ez a Barabás egy ős tehetség! A kollégiumi évek után megtanultam az olajfestés fortíjait, és arcképeket festettem. Majd Bukarestben próbáltam szerencsét, ahol megismerkedtem az orosz Kiszeljov tábornokkal. Új pártfogom rendesen divatba hozott. A tábornok szerint ön nagy művész. Meg tudná festeni az arcképemet? Természetesen, hölgyem. Én egy egész alakos portrét szeretnék. Én is! Én is! Én is! Én is! Én is! A sikereire, művész úr! A portréfestéssel jól kerestem. Összegyűjtöttem annyi pénzt, hogy elutazhassak Itáliába. Micsoda látvány! Ezek meg hova szaladnak? Meneküljön, signore! Kitört a Vezú! Mekkora szerencsém van! Ilyen alkalom csak egyszer adatik. Én el nem szalasztom, hogy ezt megfesthessem. Az olasz kalandok után várt az én kedves Magyarországom. Megismerkedtem Széchenyi István gróffal, aki mindenkinek beajánlott. Onnantól egymásnak adták műtermem kilincsét a magyar hírességek. Miklós, ön kiváló festőművész hírében áll. Festene szerénységemről egy forradalmian jó képet? Tudja, ahol ég a szememben a tűz, és közben egész lényemből árad a rebellió. No meg, a döbbenetes tehetség. Hú, teremtőm. Művész uram, lehetne még egy csöpet slankítani a bendőmön? Nem kell annyira, mint Liszt Ferkónak. Szá. De a gróf úrnál Isten bizony nekem sem gömböljük bot elől. Óvatosan fogalmazunk, Loisy grófom. Ha! A nagy Isten vérítéletet tart! S még jutalmát jó rossz meg nem kapja, már nyugodni sem fog addig a kard. Elsöprő Petőfi úr, csak mindezt mozdulatok és hangok nélkül. Sorra megfestettem a nemzet nagyjait. Kit könnyebben, kit nehezebben. Büszke voltam, hogy megfesthettem a győztes honvédsereg több tisztjének és tábornokának arcképét. Görgei tábornok úr, hogy sikerült kiűzni az osztrákokat Budáról? Ésszel! A meglepetés erejével és fegyelemmel, művész uram! Aha! Szegény jó Görgei! Hiába volt a legokosabb tábornokunk, az orosz túlerővel szemben már ő sem tehetett semmit. Végül leverték a szabadságharcot. Az ott kicsoda? Ő József Nádor. Nagyon sokat tett a hazánkért. Még a nyelvünket is megtanulta osztrák létére. Szerették is a magyarok. És ő? Batthyány Lajos gróf.
Az első felelős magyar kormány miniszterelnöke. Igaztalanul kivégezték a szabadságharc leverése után. Ezért festettem a felesége fátylát feketére. Ő pedig Vörös Marti, a nemzet költője. Széchenyi, akinek nem csak a Lánchidat köszönhetjük. Micsoda társaság volt. Tudod, leányom, sokkal több ez, mint egy ünnepség. Ez maga a történelem. És már csak egy utolsó részlet hiányzik. Hunyd be a szemed. Együtt küzdöttél az egész hazával, ecsettel kézben és szívedben lánggal, és hogy csodálják késő unokák, megfestetted korod arckép csarnokát. Tarts velünk és fedezzük fel együtt, hogyan válhatsz te is igazi hőssé. Nézd meg a többi videónkat is a reformkornagyjai.hu-n.